Szeptember 27-én este 18 órakor tartotta a második Géza gimnázium a hagyományos szecskavató bálját az általános iskola ebédlőjében. Elsőként a három első osztály mutatkozott be egy-egy kulturális műsorral. Az első osztály a Vészhelyzet című film egyik jelenetét, az első B osztály a Familia Kft-ből részletet, a harmadik osztály az első C pedig egy zeneszámot adott elő. Utána még két táncos produkció következett, majd ezek után a kezdetét vette az osztályok közötti verseny. A feladatok közt volt lufi fújás pumpával, gyufadoboz tokbatétele, almaevés füzestálból, gyertyaoltás vízipisztollyal. És ezután került sor az elsősök szecska esküjére. A verseny után a zsűri eredményt hirdetett, ahol harmadik lett az első B, második az első C, első az első A osztály. Mindegyik osztály jutalma egy-egy torta volt. Utána a hagyományos szecska hercegek, hercegnők és szecska király, szecska királynő választásra került sor. Idén első szecska herceg Topol Gergő első C, szecska hercegnő Áli Marian első C, második szecska herceg Májár Balázs első A, szecska hercegnő Kovács Ivett első A. Az idei szecska királyi pár Jánosi Csaba első A és Vastag Éva első B osztályos tanulók lettek. Idén is kiosztották a legszecskább szecska díjat, amire Retkes András első B osztályos diákot tartottak a legérdemesebbnek. A bál a hercegi és a királyi párok keringővel kezdődött, ami diszkó váltott fel. A buli este 11-ig tartott, a diákok és a meghívott vendégek kellemesen érezték magukat.